Ebben az előadásban arról fogok beszélni, hogy miért fontos eljárni HIV-tesztre, milyen bizonyítékok vannak arra, hogy a korai tesztelés és a korai kezelésbe kerülés jót tesz a HIV-fertőzötteknek, és meghosszabbítja az életüket, illetve hogy mi a járványügyi jelentősége a korai tesztelésnek és kezelésbe kerülésnek. A HIV-tesztelés területén végzett munkánkat tulajdonképpen az egész világon az ENSZ AIDS-szel foglalkozó szervezetének, a UNAIDS-nek a célkitűzései határozzák meg. Ezek azt mondják ki, hogy 2020-ig a világon élő HIV-fertőzöttek 90%-a ismeri a státuszát, ezeknek az embereknek a 90%-a kapjon antiretrovirális kezelést, tehát a HIV kezelésére megfelelő gyógyszereket, és ezeknek az embereknek 90%-a éljen mérés határ alatti vírusmennyiséggel. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor megvizsgálják a HIV-fertőzöttet, hogy mennyi vírus kering a vérében, akkor az jelenleg használatos tesztek által kimutathatatlan mennyiségű vírusa legyen. Ennek az a jelentősége, hogy az az ember, aki mérés határ alatti vírusmennyiséggel él, nem fertőz tovább. A korai kezelésnek nem csak ezért van jelentősége. Egyrésztről tudjuk, a 2014-ben lezárult, majd 2015-ben alaposabban elemzett startvizsgálatból, hogy minél hamarabb kezdjük meg egy HIV-fertőzött kezelését, az annál tovább és annál jobb egészségben fog élni. A másik fontos vizsgálati eredmény, amire ilyenkor hivatkozni szoktunk, az a 2015-ben lezárult partnervizsgálat volt, amelyben úgynevezett szerodiszkordáns párokat vizsgáltak, tehát olyan párokat, ahol az egyik fél HIV-fertőzött, a másik viszont nem, és az ő nemi életüket követve, nemi aktusaikat követve a kutatók sok tízezer nemi aktust vizsgáltak meg, amelyek közül egyetlen egyszer sem történt meg a vírus átadása. Azt állíthatjuk tehát a partnervizsgálat eredményei alapján, amit egyébként 2008 óta már más eredményekből is tudunk, de nem volt ennyire robusztus az eddigi bizonyíték, hogy a kezelésben lévő HIV-fertőzött nem fertőz tovább. Ezért is nagyon fontos tehát, hogy minél hamarabb kezelésbe kerüljön az, akiről kiderül, hogy HIV-fertőzött. Nyilvánvalóan mindezek eléréséhez alaposabb tesztelési stratégiákra van szükség. Fel kell mérjük és fel kell ismerjük, hogy mik a valós kockázati csoportok, kik azok az emberek, akikre koncentrálnunk kell a tesztelés során. Úgy tapasztaljuk, hogy Magyarországon és ebben a térségben ezek a csoportok elsősorban is az intravénás droghasználók, a melegek, a szexmunkások és a prostituáltak, illetve néhány rejtettebb, nem szokásos csoport, például azok a fiatalok, akik egész korán elkezdenek nemi életet élni, és mivel az iskolákban jelenleg szinte teljesen hiányzik a nemi egészségnevelés, éppen ezért nem tanulják meg a biztonságosabb szex legfontosabb szabályait sem, mint például az óvszer használatot. Ilyen esetben is, vagy ezeknél a csoportoknál is fontos lenne a rendszeres, alapos HIV-tesztelés. Természetesen ide soroljuk a melegeket is, hiszen ebben a térségben a HIV továbbra is főként a melegek és más férfiakkal is szexelő férfiak problémája. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy elsősorban is Magyarországon, de más közép-európai országokban is a melegek viszonylag nagyobb rendszerességgel járnak el tesztre, mint a más kockázati csoportokhoz tartozók. Még fontos ezen belül, a melegek csoportján belül foglalkozni azokkal a szerhasználó melegekkel, akik esetleg nem is tudják magukról, hogy szerhasználók. Azokkal, akik bulikon szokták néha időnként szúrni magukat különböző tudatmódosító szerekkel,
Tinával, Katival, vagy akár azokkal, akik anabolikus szteroidokat használnak tornatermekben, edzőtermekben, és ott is előfordulhat a közös tűhasználat, a tűmegosztása. Ezekre a csoportokra is tehát oda kell figyelni. Nem sok értelme van, úgy tűnik, az általános lakosságot megcélzó szűrési kampányoknak, mint amilyenek, mondjuk teszem azt, például a Szigeten történnek, ahol nagyon-nagyon sok ember közül nagyon-nagyon kevés HIV-fertőzöttet sikerül találni. Büszkélkedni szoktunk azzal újra és újra, hogy egy-egy szűrőkampány során nem találtunk egyetlen egy HIV-fertőzöttet sem. Pedig ez nem ok büszkeségre. Akkor végeznénk jól a munkánkat, hogyha egy-egy HIV-szűrési kampány során sok HIV-fertőzöttet találnánk, mert az azt jelenteni, hogy megtaláltunk egy olyan csoportot, ahol a HIV nagyobb mértékben fordul elő, mint azokban a csoportokban, ahol jelenleg gyakorta szűrünk. Mindehhez természetesen elengedhetetlen a testre szabott és alaposan átgondolt tanácsadói munka. Látnunk kell, hogy ugyanaz az üzenet nem lesz hatásos minden célcsoportnak, ezért az egyes célcsoportokra kell szabnunk azokat az üzeneteket, amiket közvetíteni próbálunk. Ilyen módon tudjuk elkerülni azokat a fölösleges szűréseket is, amikre az előbb utaltam. Mindemellett olyan új csatornákat kell felfedeznünk, amikkel hatékonyan, hatásosan tudjuk elérni ezeket a célcsoportokat, ahol HIV-szűrést kell vagy érdemes végeznünk, vagy ahol felvilágosító, megelőző munkára van szükség. Úgy tűnik, hogy a különböző nyomtatványokon, szórólapokon, brosúrákon alapuló kampányok ma már nem sikeresek. Tudatosan és tudományosan megalapozott információkra van szükség, amikből ki kell hagynunk végre valahára a moralizáló megközelítést. Azt is tudjuk nagy vizsgálatokból, hogy az ilyen morális, erkölcsi érvekre épülő, az embereket bizonyos viselkedés formákról lebeszélni próbáló kampányok rendre hatástalanok. Ezért ezekkel úgy tűnik, hogy érdemesebb felhagyni, és nem erre költeni a pénzt. Azonban persze azon is el kell gondolkodni, hogy mindez kinek a feladata. Nagyon sokszor halljuk azt az érvet, hogy ez állami feladat, és nagyon sokszor is joggal panaszkodunk amiatt, hogy az állam az utóbbi 10-12 évben gyakorlatilag teljesen kivonult a HIV megelőzés területéről, és a civil szervezeteket is vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben finanszírozza, hogy ellássák ezeket a feladatokat. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a HIV-fertőzötteknek, a HIV-fertőzött közösségnek érdeke a megelőzés. Néha elterjednek ezek a rosszindulatú pletykák, hogy a HIV-fertőzötteknek érdeke lenne megfertőzni másokat, de hát ugyan miért lenne ez érdekünk, micsoda ostobaság ez. Senki sem szeret együtt élni ezzel a felelősséggel és azzal a bajjal, hogy HIV-fertőzött, nemhogy még másokat is ilyen bajba akarjon hozni. Ezért tehát az állami feladatokat, ha csak részben is, de át lehet vállalnia a HIV-fertőzöttek közösségének és más segítőknek is. Az önszerveződés és a sorstársak szerepe és feladata elengedhetetlen, és olyasmi, amire lehet és kell is építeni. És ez a mostani konferencia, illetve az Alternatíva Alapítvány és partnereinek munkája ezen projekt során is jó bizonyítéka ennek a munkának, illetve annak, hogy ez hogyan működőképes. Hitelességre, közvetlenségre és őszintességre van szükség a tanácsadásban és a tesztelési munkában is. Alapos, ahogy mondtam, tudományosan megalapozott információkra, ugyanis ezzel lehet legjobban csökkenteni a diszkriminációt és a HIV-fertőzés stigmatizációját. Ebben a munkában a HIV-fertőzöttek közössége igenis aktív és értékes szerepet tud vállalni.
Azt gondoljuk tehát, hogy közös erőfeszítéssel meg lehet állítani a HIV-fertőzést. Meg lehet állítani akkor, hogyha mindenki rendszeresen, mindenki, akinek ez fontos lehet, rendszeresen eljár HIV-szűrésre. Azt szoktuk mondani, hogy 6 havonta mindenképpen el kell menni HIV-szűrésre. Hogyha egy olyan megbízható ellátó rendszerre lehet építeni, ami egyébként Magyarországon létezik, hiszen a HIV-fertőzöttek gyógyszeres és egészségügyi ellátása a HIV-fertőzés szempontjából jó és megbízható. Gondos tesztelésre és tanácsadásra van szükség. Ezen a módon tudjuk csökkenteni a stigmát és diszkriminációt. Alapvetően fontos mindehhez, hogy magukat a HIV-fertőzötteket, a HIV-fertőzöttek közösségét is bevonjuk ebbe a munkába, és hogy emellett, hogy ne csak a HIV-es szakellátás legyen jó és megbízható, meg a HIV-fertőzöttek gyógyszeres ellátása, fontos az is, hogy alapos felvilágosító munkát végezzünk a szakorvosokkal és a házi orvosokkal is. Mert a HIV-fertőzöttek gyakorta szaladnak bele diszkriminációba éppen az ilyen orvosi szakellátás, vagy akár a házi orvosi ellátás területén. Ebben is a sorstárs csoportok, a HIV-fertőzöttek közössége fontos szerepet tud vállalni. Mindehhez tehát elengedhetetlen az, hogy könnyen elérhető, gyors és anonim tesztelésre legyen lehetőség, hogy ezek a lehetőségek, ezek elérhetőek legyenek mindenütt az országban. És abban bízom, hogy ezen a konferencián is, ahol sajnálom, hogy nem tudok ott lenni, de ilyen módon mégis valahogy hozzá tudok járulni a munkához. Szóval abban bízom, hogy ezen a konferencián is sikerül közelebb jutni egy olyan rendszer megteremtéséhez, ami alaposabb, áttekinthetőbb, könnyebben elérhető, és mindenki számára biztonságos HIV-tesztelést, és ezen keresztül kezelésbe kerülést tesz lehetővé. Mindenkinek nagyon jó munkát kívánok a mai napra. Thank you.